Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy újabb összegzésre kerül sor, mert már a május is elmúlt, úgyhogy nézzük, milyen könyveket sikerült kiolvasnom a hónapban. Ami ismételten nem túl sok, de hát ez van, érettségis időszak. 3 darab könyvet olvastam ki a hónapban, ebből az első könyv Tolnai Ottótól a Világító Torony Eladó című mű volt, ami az utolsó volt azok között, amiket érettségizel kellett olvasnom. Hát ez egy posztmodern mű volt, úgyhogy sok mindent nem tudok elmondani róla, hogy mi történt. Valami filmforgatásról volt azt hiszem szó benne. De hogyha valakit egy kicsit bővebben érdekel a dolog, akkor ide belinkelem, mert pont most csináltam ilyen emelt magyaros kötelezős könyvekről videót, úgyhogy azt meg lehet nézni, hogyha valakit nagyon érdekelne a dolog. De én így erről ennyit beszélnék így külön az összegzős videómban. Ami nem volt hosszú 80 oldal, de abban a 80 oldalból így nagyjából nem sok mindent értettem, úgyhogy nagyon jó volt. A második könyv, amit sikerült elolvasnom a hónapban, az Tolkientől a Beren és Lúthien, ami hát egy ilyen végülis Gyűrűk ura előzmény történetekhez sorolható be, hogy a cím is sugallja, Beren és Lúthien történetét meséli el bővebben, hát különböző verziók is vannak benne, mert a Tolkien fia Christopher összegyűjtötte az apjának az összes jegyzetét és versét és egyebeket kettejükről, és ezt szerkesztette össze egy könyvbe, és igazából ennek egy része benne van a Silmarillokban, csak ott ugye így átfogóbban a teljes történelem van benne, és ugye vannak kidolgozottabb részek, amik nincsenek abban benne, tehát az ilyen külön kötetenként jön ki. Ez is egy olyan, egy a sok közül, amit el kell lett olvasnom, vagy hát én ugye el szeretném olvasni így a lehető legtöbb Gyűrűk ura világhoz tartozó könyvet, és ezt most sikerült beszereznem, és el is olvastam. És igazából tetszett is, jó is volt, hát szeretem Tolkien, szóval egyértelmű volt, hogy tetszeni fog. Több soron el vannak benne mesélve, el van mesélve Beren és Lúthien találkozása, meg hogy mit csináltak, még ilyenek, része ilyen verses forma, egy része meg folyószöveg, és a végén vannak benne ilyen szép illusztrációk is, úgyhogy ez egy jó kis kötet volt. Hát most Tolkien fanok azok egyértelmű, azok ezeket olvassák, szóval. Aki meg nem annyira Tolkien fan, az nem hinném, hogy annyira így ilyenekre vetemedne, mert kell hozzá némi háttértudás a többi. Főleg a Silmarillokból, mert igen, sok utalás van a Silmarillokra. Úgyhogy ez nekem is kicsit problémát okozott, hogy még csak egyszer olvastam, és annyira azért nem jegyeztem meg a dolgokat benne, mert rengeteg név és minden van, és ez olyan, hogy ezt többször kell olvasni, hogy az ember végül sikeresen mindent megértsen. És a harmadik könyv pedig, amit kiolvastam a hónapban, az Huszti Gergelytől volt a Mesteralvók hajnala, és ezt a szerző maga küldte el nekem, ez még nem jelent meg, ez majd most a könyv héten fog. Én legalábbis úgy tudom, hogy azt hiszem, olyan június 12-e van a megjelenés dátumhoz írva, és ez egy fantasy, egy ifjúsági fantasy könyv, ami ilyen két világban játszik, tehát hogy van a fantasy világnak a tér síkja, és van a mi világunk, és három szereplő szemszögéből követjük végig a történetet. Hát az egyik Vulgarus Spock, a másik a 224-es nővér, és a harmadik pedig Milán, vagy Miló, de én Milánnak hívom, mert engem kicsit, nem tudom, nekem fura az, hogy Miló. És hát Vulgarus Spock és a 224-es nővérük ugye a fantázia világban kalauzolnak minket, Milán meg hát az elején a mi saját világunkban, Budapesten. És hát ebben a fantázia világban igazából vannak ezek ilyen szentek, a mesteralvók, és mindegyik városban van nekik egy csontvázuk, és abból indul ki a bonyodalom, hogy az egyik mesteralvónak eltűnik a csontváza. És hát a 224-es nővér és Vulgarus Spock útját végül is ez indítja el, Milán pedig egy barátjával hát elutazik, és hát Milán véletlen keveredik ebbe a világba, és először nem is tudja, hogy hogyan. És hát így röviden így, ez így az indítása a könyvnek. Egyébként nekem tetszett, az elején voltak vele kicsit kétségeim, mert
a fantasy világ része, meg a 224-es nővér is, a Vulgarus Spock fejezetei, azok nyelvezetileg, meg mindenügyileg azok ott voltak, ugye a régiesebb nyelvezet nyelven beszéltek, és jól meg is voltak írva azok a részek, és azok így ebből a szempontból nem is zavartak. Ami egyetlen problémám talán nekem ezzel a könyvvel akadt, az az, hogy Milán karaktere 17 éves, és az író nagyon erősen használta a tizenévesek szlengét, de olyan mértékben, hogy az számomra már kicsit sok volt. Tehát eleve voltak benne olyan szavak, hogy itt vagyok 18 évesen, és én soha nem hallottam ezeket a slang szavakat, tehát így körbe kellett kérdeznem embereket, hogy ez amúgy mit jelent, mert én ezt nem tudom, hogy mit jelent. Például az, hogy lépő. Soha nem hallottam, hogy valaki azt mondja a cipőre, hogy lépő, és így ott álltam így a könyvelet, hogy mi az a lépő? Ezt használják? Mert lehet öreg vagyok, és én már nem ebben a közegben mozgok. De ez nekem nagyon furcsa volt. És hát igen, Milán így nagyon... Tehát éreztetve van, hogy 17 éves, és akkor nem ilyen szép irodalmilyen magasztosan voltak megfogalmazva a részei, amivel nem is volt bajom, hanem a túlzott szlenggel volt bajom, tehát hogy néha kicsit sok volt. De aztán így a könyv közepére sikerült hozzászoknom, és akkor annyira már nem zavar, de az elején az nagyon zavaró volt, hogy tényleg ez a... Fú, hát jó, meg ilyen gémeres szlengek is voltak benne, amit így abból nem értek meg, mert én abban a közegben annyira nem mozgok, de az így még valahogy azon túllendültem. Vannak szavak, amiket így tudom, hogy emberek használnak, csak én alapjáraton nem használom őket, és annyira furcsa volt látni, hogy ezek így bele voltak írva a leíró részekbe, meg az ilyen elbeszélő részekbe, hogy az, hogy az elején kicsit sokkot okozott, tehát az ilyen biszti, meg progi, meg nem is tudom. Ja, szóval voltak benne ilyenek. És ezek ugye Milán korából, meg beszédstílusából adódóan nagyon sokszor ott voltak, főleg az ő részeiben, és ez engem az elején ugye zavart, mert így meglepődtem, hogy ez ennyire nagyon szlengesen van, de aztán idővel hozzá lehet szokni, szóval ott ugye a vége fele már csak így átugrottam, így nem akadtam föl rajta, hogy már megint nem tudom, hogy ez a szó mit jelent. Szóval összességével ez egy tök jó könyv volt, és hát igazából kíváncsi vagyok a folytatásra, mert nagyon trükkösen úgy lett lezárva, hogy igen, jó kis cliffhanger. Szeretem a cliffhangeröket. Szóval egy jó könyv volt. Köszönöm szépen a Cicero kiadónak és a szerzőnek is, hogy elküldték nekem ezt a könyvet, mert ez egy nagyon jó élmény volt. Szóval, hogyha valaki szereti az ifjúsági fantazit, akkor ez egy könyv, ez egy nagyon jó példája ennek, és szerintem érdemes elolvasni, úgyhogy ha valaki szereti, akkor könyvhéten megjelenik. Sőt, belinkelem, mert egyébként mindig belinkelem, de a molyos magyar verziókat is mindig belinkelem a könyvekhez, úgyhogy a leírásban megtaláljátok a linkjét is. Na hát, én nekem ezt a három darab könyvet sikerült elolvasnom a hónapban, kommentben pedig írjátok meg, hogy nektek milyen könyveket sikerült elolvasnotok májusban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!